Eva bemutatja Nagyon vadon című filmjét. Cserhátsurány szívében vagyunk, a Vadkantavon. Itt fogunk eltölteni egy 72 órát a barátaimmal, kollégáimmal. Gyönyörű ez a környezet, és gyönyörű maga ez a tó is. Régóta izgatta a fantáziámat, hogy amikor ők eljönnek egy ilyen bolygós túrára, velük tartassak én is, mint véderes horgász, és megtapasztaljam azt, hogy mit tudok fogni 3 nap alatt a bolygósok mellett. Nagyon tetszett a hely, mert tőlünk balra nem volt horgászhely, csak nagyon távol, tehát egy nagy vízterület helyezkedett előttünk. Körülbelül egy 19 hektáros völgyzárógátas tározóról van szó. Nagyon drasztikus visszahűlés után jöttünk, úgymond egy ilyen mini tavaszba, vagy egy újra mini tavaszba jöttünk, mert előtte már volt nagyon jó idő, viszont a sekély víz és az intenzív felmelegedés miatt bíztunk nagyon abban, hogy szép alakat tudunk innen fogni. Finom szeredékes féderhorgászként nagy kihívás volt számomra a víz, hiszen bíztam benne, hogy lesznek ezen a tavon jelentős méretű dévérkeszegek, kárászok, ne adj Isten, combok. Szinte minden dévér tele van dorosmával. Megérkeztünk reggel, és már akkor gyönyörű idő fogadott minket. Felállítottuk a sátrakat, felállítottuk a tábort, és 20 kiló felett szerettem volna fogni mindenképpen. De ez azért nem kis kihívás, főleg ezen a tavon, ahol nagyon sok hal van, 20 kiló felett is nagyon nehéz őket megfogni. Megkezdtük az etetést, bebójáztunk. 11-kor már bedobtuk a botokat, és meg is jöttek az első kapások. Attilának jelentkezett először. Na, végre. Na, ebben majdnem az pont a 10 perc telt el. Igen. Hopp. Hopp, Józsi, ilyen is. Hopp, 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 hopp. Jövök. Város? Azaz. Az lesz. Na, egyszer jönnek. Au. Mi a baj? Hát. El nem? Pedig. Nem baj, jó volt. Jó halnak tűnik, bár itt mindegyik nagyon erős. Hát a kisebbek is olyan vagányul tudnak húzni, hogy az őrület. Elkezdtem a fárasztást, éreztem, hogy jó hal, nem sok a később Józsinak is. Tehát még fárasztás közben Józsinak is kapás, dupla fárasztás. Hát pontom, ilyen kezdést ennél jobb nem is lehet. Viszont sajnos elment a halam. De nem adtuk fel, most kezdtük botok helyükre, végszellékek be a vízbe, vártuk a következőt. Hati? Igen? Figyelj csak! Azon gondolkoztam, hogy kötök akkor flókarbont, én is, az 40-es fló lesz, és egy ilyen szakál nélküli vágygéppel megkötöm. Ez jó. Teli flókarbon, ezt nekem, hogy a hajszál igen. Az nekem az igen, lágy. Ez lágy. Ezért akarom most kipróbálni jó. Ezt. Hát. Jó, csináld, okay. Meglátjuk. Okay. Nagyon jó indult a napunk, mert a fiúk viszonylag hamar elkezdték fogni a halakat. Folyamatosan hallottam, hogy csipog a kapás jelzőjük, és egymásnak segítenek a szákolásba, de nekem is nagyon szépen beindult a horgászat. Az alapozetetés befejezése után szinte azonnal elkezdtem fogni a keszegeket, és bíztam benne, hogy a nagy méretű halak előbb-utóbb rá fognak állni, és el fogják onnan majd zavarni a keszegeket.
ezért ezt az etetést folyamatosan ápoltam, folyamatosan raktam be a szemes anyagot, folyamatosan vittem be a tigris mogyorót. Bíztam benne, hogy oda fognak állni a darabosabb halak is. A darabosabb halakat viszont az etetés mögött, etetés mellett kezdtem el szisztematikusan keresni. Tizenegy óra körül erőteljes húzós kapás, rámelek a botra, kikipszelve horgáztam, és kicsit meg is lepett, hogy így megy a hal, húzza, ott mondom, megérkeztünk, nagyon jó hal lesz. Kéri. Nézd, pedig nézd, milyen szépen dolgozik a bot. Hopp, hopp, ja, klipszelve van, ajjaj. Hopp. Kiengedtem a klipszet. Atya, mi lesz ez, öcsém? Még jól ki tudtam klipszelni. Jónak mutatkozik, igen. A park közelben megláttam, hogy egy gyönyörű spanyol mintás hal. Ott azért bennem volt egy picit itt a félsz, hogy mondom, ha második hal, nehogy már is elmenjen, mondom, szeretném mindenképpen megnézni, hogy milyen is lesz. Műsze? Nem, ez egy édes golyó, most feladtam. Mondtam neked, hogy ez a bázia, az X45X, az új, nagyon jó, de látod most te is. Igen, igen. Itt sem. És az a 360-as. Nem olyan nagy amúgy, de szép, meg nagyon szép, mert spanyol. Ez az. Na, ez már megvan. Na, megvan, Józsiká, jó van. Jó van. Szágban van. Egy ilyen hosszúkásabb, nyurgásabb tesztű tükörpont, vagy ilyen spanyolos ponty volt. 11 kiló körül volt, tehát hogy tud még ő nőni, lesz még nagyobb, és bízom abban, hogy találkozok majd még vele. Jól kezdtünk, és egy órára nekem is elsült a botom, ami azt jelenti, hogy még mindig jól táplálkoztak. Nekem igaz egy kicsit kisebb, de bizalomra adottok ott, hogy egy-két órán belül, sőt, már ez a negyedik kapásunk. Az ilyen nagy kiterjedésű vizeken féderbotta viszonylag nem egy egyszerű feladat megfogni ezeket a nagy testű pontyokat, ezért én a felszerelésemet is úgy állítottam össze. Valamint a horgászhelyem mellett volt egy vízre hajló bokor, körülbelül olyan 6-7 méterre tőlem. Ez egy kicsit aggodalomra adott okot, hogyha megakasztok egy nagy halat, nehogy véletlenül bemenjen a bokor alá, mert akkor nem biztos, hogy szerencsésen meg tudom szákolni. 390-es, 150 g-os Enzon distance fédereket hoztam magammal, nagy méretű TDR distance orsókkal és Enzon süllyedő féder zsinórral. Spanyolos után én egy kicsit visszavettem a lendületből, átadtam Józsinak a lehetőséget. Na, mi a helyzet Józsikán? Ugyanaz a csali visszament. Még nem is visítettem semmit. És ez, amit kötöttem, mutattam a flókarbonos. Nézd. Ó, megint a sötétebb színű. Hát, lehet ugyanaz. Te a sötétebb színüket fogod. Láttam, nagyon éli a helyzetet, nagyon örül neki, úgyhogy le is vettem a csalikat. Kapás követően éreztem, hogy ez egy nagyobb, darabosabb hal lesz. Szépen komótosan jött ki, de beletelt egy így is egy negyed órába, mire meg tudtuk szákolni. Igen! Ez az. Yes. Zoli is kiabált ugye a szomszédból, hogy neki is nagy hala van. Bevágás után éreztem, hogy jó hal van a horgomon, amit egy izgalmas fárasztás követett, hiszen még nem fogtam nagy halat ezen a tavon, ez volt az első komoly hal, nagyon meg szerettem volna fogni. Áthívtam Joe-t, hogy jöjjön, segítsen nekem a szákolásba,
De sajnos ez a hal leakadt a horgomról. Igen. Csak gondolkoztam rajta, hogy esetleg ha szakáll nélkül horog lehet-e az ok, de nem csak ez, nagyon finoman ettek, végén akadt a horog, itt könnyebben tudod lefordulni, de ez mindig egy ilyen a horgászatban, tehát mindig van egy ilyen hullámvölcs, hogy elmegy néhány hal, az ember azt hiszi, hogy valahol hibázik, pedig nem. Nagyon elkeseredett voltam, mert az első halat nagyon meg szerettem volna fogni, és viszonylag sokat is kellett rá várni. Jöttek folyamatosan a kapásaink, hála Istennek, de eközben Zolinak is sikerült megfognia Féderrel a szomszédságunkban egy olyan 8 körüli pontot. Délután 5 órakor ismét egy jó füstölés kapásom volt, ami egy 10 kilós amúr lett úgymond a vége, ami azt jelenti, hogy az amúrok is megérkeztek az etetésre, de rá 5 percre pedig egy ponty kapás volt, tehát megint csak dupla kapással kezdődött a délután. Józsinak folytatódott a siker sorozata, itt az este sikerült még fognia neki egy 16 kg körüli amúrt. Nagyon szép, tehát amikor fárasztottam, már szákoltuk én, akkor mondtam, hogy láttam, hogy nagyon szép vastag hátó volt, hosszú volt a hal. 15 kg felett satszoltam már a szákba, és utána tényleg be is bizonyosodott, ez egy 16 kg amúr volt, nagyon szép hal volt. Kicsit megküzdöttünk egymással. Én nem gondoltam, hogy 16-os amúrt még nem fogtam. Nem gondoltam, hogy ilyen erő van benne. Hát nem tudtunk összebarátkozni ott nagy hirtelen a vízbe. Az az ő eleme volt, és ezt egy ilyen furi technikával engedtem vissza, maradjunk abban. Nagyon jó volt ez a nap. Jól indult, jól folytatódott. Nagyon sok halat fogtunk. Gyönyörű színekben pompáztak. És az esti etetéstől, amikor elindultam be, hogy megkezdjük az estét, arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha így folytatna, de azért nagyon jó visszagondolni, hogy milyen jó, hogy itt lehetek, és ilyen jó pecám van.
Nagyon izgatta a fantáziámat a tőlem jobbra lévő bokor, ez körülbelül olyan 6-7 méterre lehetett. Így a horgászat során ezt folyamatosan, szinte kézből dobva tudtam etetgetni. Így reggel bizakodva dobtam oda a felszerelésemet, és csodák csodája, egy gyönyörű combot sikerült fognom. Egy nagyon ritka hal, ritkán adatik meg a horgász életéből, hogy combot tudjon fogni Magyarországon. Így nagyon boldog voltam, hogy újra egy szép halat tarthatok a kezembe. A másnap reggel jól indult a Zoli kollégámnak. Olyan kárász fogott, hogy nagyon, én még nem is láttam, ilyen kilók körüli kárászok az nagyon úgymond gyakori egy ilyen pecánál, de közel egy 2 kilós kárász, na hát azt azért elég szépen megcsodáltuk, úgyhogy neki is jól kezdődött a mai nap. Na, aztán mentünk tovább a nap folyamán, és aztán bíztunk abban, hogy lesz még kapás. Csak utána azért sikerült egy 9 kilós kipiszkálni, úgyhogy örültem azért, hogy ha nem is olyan zökkenőmentesen elindult a napom, sikerült már halat felmutatni, meg tudtam fogni. Délelőtt újra erőre kaptam, és a fiúknak megcsillagtottam tudásomat, ami azt jelenti, hogy egy 14-es ponttyal jeleztem, hogy újra versenyben vagyok. Ez a szerencse széria, ami továbbra is tart. Hát nem véletlenül, Józsi nem egy napig ünnepli a születésnapját, úgyhogy itt is még tovább vitte ezt a szerencsefaktort. Jöttek egymás után a halak, úgyhogy egy jó szériát fogtuk ki. Fiúk így bele felsócsúttak, és megint megmutattam nekik, ki az ász. Egy 17 kilós ponttyal, ami azért remélem most már őket is elgondolkoztatja, hogy hogy is van ez. De ugye dupla kapás volt ennél a halnál. 12 körüli tövessel sikerült nekem is felzárkózni Józsi mellé. És a 16-as tudtos egy gyönyörű volt, hogy én azt gondolom, hogy Józsi megkapta a szülinap ajándékát. Nagyon szerettem volna én is ezen a tavon, ha már bojlis tavon vagyunk, és itt ilyen méretű pontyok vannak, nagyon szerettem volna fogni egy 10 pluszos pontyot. Féderbottal azért ez egy nagy kihívás viszonylag, ezért elkezdtem az etetés szélét horgászni, és láss, csodák csodája, egyszer csak egy borzasztó erős kapás, és a bevágás pillanatában éreztem, hogy nagyon nagy hal van a horgomon, azonnal kikérte a klipszet, körülbelül a megakasztás helyétől elment 50-60 métert, folyamatosan húzta az orsóról a zsinort, alig bírtam megállítani. Hát egy nagyon izgalmas fárasztás következett, nem mértem az időt, de azt gondolom, hogy egy 20-25 percig biztos eltarthatok, mire ezt a halat megfoghattam. Szinte remegtek már a karjaim,
az izgalomtól. Józsinak átkiabáltam, hogy jöjjön segíteni, hiszen egy ilyen nagy testi pontja nem olyan könnyű megszákolni egyedül, és a Józsi minden segítségét bevetve begázolt a vízbe, és amikor ezt a halat sikerült a part közelébe irányítanom, akkor ő sikeresen megszákolta. Nagyon boldog voltam, hiszen az eddigi rekordpontjomat tartottam matrac fölött. Pontosan 14 kg 5 deka volt. Hatalmas nagy élmény volt. Egy gyönyörű, egészséges tőpont volt. Nagyon nagy boldogság volt a megfogása. Ugyanilyen öröm volt természetesen a visszaengedése is. Hát Füligért a szája rekordhala, a legnagyobb féderrel fogott pontja, úgyhogy azt gondolom, hogy neki is ez egy olyan élmény volt, amit azt gondolom, hogy sikerült itt a közös perc alatt megszerezni. Örültem neki, hogy velünk eljött, és sikerült olyan élménnyel zárni, vagy olyan élményt is szerezni ezen perc alatt, amit azt gondolom, hogy nem, sokáig nem fog elfelejteni. A bokor alatt természetesen továbbra is volt élet, hála az etetésnek, a nagypont sem tudta onnan kizavarni az összes halat, és sikerült még fognom körülbelül 4-5 gyönyörű combot, amiből a legnagyobb talán ilyen 1 kilós lehetett. Azt gondolom, hogy bizonyított újra a technika, hogy a folyamatos apró etetésre oda lehet állítani a halakat. És akkor gondoltam, hogy valahogy zárkózok itt a Józsi mellé a nagy halfogásba, és leseréltem a csalikat, az addig egyébként kisebb csalikkal horgáztam, dupla 24-est tettem fel. A csaliváltás után azért egy erős megtorpanás jelentkezett. Sokat agyaltam rajta, hogy visszamenjek a kisebb csalira, de meghagytam. Bízva abba, hogy hát tényleg bejön valami nagyobb hal, és az éjszaka folyamán sikerült is, húzós kapással jelentkezett a következő hal. 14-es tükrös, úgyhogy azért sikerült egy nagyobbat kifognom. Maradtam a dupla 24-nél látva, hogy azért van rákapás sokkal ritkábban, de azért tényleg szép hal jelentkezett, és benhagytam ugyan a dupla 24-es csalit. Újabb kapás jelentkezett az éjszaka, ami nagyon nagy meglepetés lett a végére, mert dupla 24-jel én szerintem még nem fogtam a múrt, de egy 12 kilós amúr jelentkezett, két 24-es fekvő csalira, azért nagyon nagy meglepetés volt, és lássul tényleg 12 kilók, ez is szebb volt azért, testesebb amúr. És akkor, amikor ezt a halat ugye megmutattam itt a Józsinak is, akkor tényleg ott volt egy kis szakmázás kettő között, mert azért dupla 24-et tényleg ritkán fogni a múrt, az inkább lebegtetett, kisebb csalikkal jellemző könnyebb megfogni. És akkor ott azért végigbeszéltük is, hogy azért hogyan is táplálkozik, hogyan veszik fel, teljesen más a szájkialakítása, mint a ponynak. De hát a hal, ha éhes és jó a csali, akkor felveszik. Ez a pár nap nagyon szépen és nagyon csodálatosan telt, és szinte minden következtetést le tudtunk vonni a termékekről. Én egy 390-es crosscast hoztam, új táskáink érkeztek, ami hűtős táska, és ugye boilit tároltam benne. Új zsinort hoztunk, tournament zsinort. Az én Enzon Distance botjaim, az új botok, az új orsókkal nem hagytak cserbe. Én a Daiwa Basia X45 X botokat használtam, 360-asat, én imádom. Nagyon örülök, hogy itt részt vettem, és egy ilyen csodálatos környezetben eltöltöttem ezt a pár napot. A következő perc, hát így szerintem az észülapon köré tervezzük, akkor hát, hogy nálam lesz a szerencse. Egyéb meg csak októberben lesz, addig nem megy horgászni. Soha nem kívánnék magamnak jobb horgászatot.